Három csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán, a Bencs iskola csarnokában az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia megyei döntőjét. Az előzetes esélylatolgatások alapján az Rényi és az Arany között kellett eldőlnie az elsőségnek. A két csapat mérkőzése igazolta is a várakozásokat, a találkozó az utolsó pillanatig nyílt volt, végül az Rényi örülhetett 17-16-os győzelmének. Mivel a kisvárdai Besenyei csapatát mindkét gárda magabiztosan verte, Barta Dénes együttese végzett az élen. Rutinban, tapasztalatban a mi csapatunk volt az esélyes. Ennek ellenére egy nagyon szoros mérkőzést játszotta az Arannyal, nagyon szimpatikus volt az ellenfél, fölpörgette magát, és igaziból mi sem találtuk azokat az ellenszereket, amelyeket kellett volna. Én úgy gondolom, hogy az én csapatom egy könnyű lovasság, akinek futni kell, gyorsan kell vinni a labdát, mert egy ilyen magas fallal szemben csak nagyon komplet játékkal tudunk megfelelni, és ez hiányzott a játékunkból. 42. alkalommal sikerült bejutnunk az országos döntőbe, és hát nagyon örülök neki, mert továbbra is egy nagyon jól felkészült, jó társasággal vívhatjuk meg majd remélem a küzdelmet, bár erős lesz a mezőny, mert az akadémiákkal is fel kell venni a versenyt, és azokkal a csapatokkal is, akiknek NB1-es háttere van, és az NB1-es ifjúsági bajnokságban erősödnek minden hétről hétre. Az Rényi együttese győzelmével egyeneságon bejutott a Diákolimpia országos döntőjébe, amelynek február elején Nyíregyháza ad majd otthont. Különleges jelentőség, és nyugodtan mondhatom, hogy egy különleges hangulatú megyei döntőn vehettünk most részt, hiszen nagyon izgalmas meccseket láttunk, főleg ugye az első mérkőzést, az Arany és az Rényi összecsapásán, hogy nyugodtan mondhatom, hogy egy presztízs rangadó, és valóban most különleges borsot adott neki az, hogy az itteni nyertes, ennek a megyei döntőnek a nyertese, mindig a mennyiságon kvalifikálta magát az 5-6-os korcsoportos összeomlott labdajátékok döntőjében, amit ugye itt rendezünk meg Nyíregyházán februárban, és bízunk benne, hogy majd az itt nyertes Rényi, akinek innen is szeretnék gratulálni, majd megmutatja azt, hogy nem véletlenül vannak ott a döntőbe, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kézilabda sportjának az erejét is növelik majd februárban, és bízunk benne, hogy azért viszik majd a megyénk hírnevét innen is. A második helyezett Arany a területi döntőből még bejuthat az összevont labdajátékok országos döntőjébe, amelyen a kézilabdázók mellett röplabdázók és kosárlabdázók szerepelnek majd.